Február elején jelentette be az Electrolux, hogy jövő januártól bezárja nyíregyházi gyárát és elbocsátja az ott dolgozó 650 munkavállalóját. Akkor és azóta is folyamatosan egyeztet a cég vezetőivel az államtitkár, hogy a dolgozók zökkenőmentesen tudjanak munkát találni. Nemrégiben volt nálam a gyár vezetése, és ugye folyamatosan tartjuk is a kapcsolatot. Azt tudom mondani, hogy a cég részéről ugye a körülményekhez képest abszolút korrekt módon állnak hozzá a problémához, tehát maximálisan együttműködnek velünk is, illetve a munkavállalókkal is. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a legutóbbi beszélgetés kapcsán az derült ki, hogy gyakorlatilag 2-3 ember hagyta ott a munkahelyet. Ugye a leendő problémák és bizonytalanság ellenére is egyértelműen. Ugye ez annak köszönhető, hogy látják az emberek, hogy hol tartanak, hová tartanak, milyen feltételrendszerrel, jóval több támogatást, juttatást és egyéb segítséget ad meg a cég, mint amennyi egyébként normál üzemmenetben a munkatörvénykönyvéből vagy a kollektív szerződésből adódóan kellene tenni. Tehát ez egy, a nehézségek mellett is ez egy abszolút korrekt hozzáállás. Az államtitkár szerint az elmúlt években bejelentett új beruházások is lehetőséget biztosítanak a munkát keresőknek az elhelyezkedésre. Ilyen cég például a betelepülő dél-koreai WScope vagy a kínai akkumulátorgyár a Sunwoda. Ezekben a gyárakban azonban csak akkor dolgozhat vendégmunkás, ha már a jelentkező magyar munkavállalók mindegyike elhelyezkedett. Nem biztos, hogy azok, akik a munkahelyi regiszterben vannak, képzettségüket, végzettségüket, egészségügyi állapotukat, családi körülmények, sok mindent figyelembe véve azonnal munkára képes állapotban vannak, tehát itt nekünk segítenünk kell majd azokat, akik szeretnének dolgozni, hogy minél előbb munkába tudjanak állni, és vendégmunkást csak akkor, csak ott és csak olyan mértékben kívánunk igénybe venni, ami a gazdaság fejlődése, az ottani cégek működtetése szempontjából elengedhetetlen. Azért van a vendégszó benne a vendégmunkás törvényben, mert ugye ez azt jelenti, hogy egy meghatározott időre tudnak ide érkezni, ez most ugye 2+1 év lehet maximálisan majd, és ugye nincs családegyesítés, nincs letelepedési engedély, tehát az ő munkájukra, ha szükséges, számítunk, de csak akkor, hogyha egyébként magyar munkaerő nem áll rendelkezésre. Az államtitkár azt is elmondta, a közeljövőben több olyan állásbőrze lesz a Vármegyében, ahol a fejleszteni kívánó cégekkel közvetlenül találkozhatnak az álláskeresők.